Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 31-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba, mit közöl veletek. És ehhez jön még egy napi kártya. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Ezt mutatja itt ez a felső kártya. A hetes szám összefüggésben áll a hold hatásával, és az mutatja az álmokat, a reményeket, de visszahúzódó. És a képen láthatunk itt egy hölgyet, mint egy királynő, itt ül ezen a felhőn, és ez mutatja azt, hogy ő így gondol rátok. Megvannak az álmai, szerelmes, és úgy lát titeket, mint egy királynőt, és ez a kártya mutatja a büszkeséget is. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Ez az elefánt a háttérben mutatja a nehézségeket, de ez a múltjára utal. Itt ez a hölgy az előtérben mutatja a jelent és a jövőt, és a kiutat meg kell, hogy tartsa a belső nyugalmát, kell, hogy kiegyensúlyozott legyen. A harmadik kérdés pedig az volt, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba, és ezt mutatja itt ez a kártya. A hármas szám jelentheti azt is, hogy köztetek van egy kapcsolat, és ebből a kapcsolatból lesz egy új út, vagy ti alkottok valami újat. A háttérben ez a csónak a reményeket szimbolizálja. A napi kártyát ez a hölgy mutatja, van egy kasza a kezében, és ezzel elvág valamit, lezár valamit. Valamit befejez ő az életében. Én azt mondanám, hogy ez a múltja, amit itt az elefánt mutat, ezt a nehézségeket, illetve ezeket a nehéz lépéseket, holott az elefánt Indiában szerencsét hoz. Itt nem arról van szó, hogy szerencse vagy szerencsétlenség, hanem a nehéz lépések. Ezt mutatja ez a kép, és ezt ő most lezárja. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. De megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500 forint. Ez egy név nélküli videó, és ahhoz megkapjátok a linket. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!